vagytok velünk! A 2006-ban alakultunk, gyakorlatilag egy gimnáziumba jártunk mind a négyen. Bencével ketten osztálytársak voltunk, Róna meg Örs szintén osztálytársak voltak, egyen alattunk jártak, és volt különböző formációban szerencsénk zenélni együtt. Aztán így egyszer csak így valahogy így sikerült összeverbúválódni. Az új lemez az gyakorlatilag a felnőtté válásról szól. Arról, hogy nagyon sok mindent átéltünk, és megcsináltunk itt együtt. Meg hát tényleg nagyon-nagyon régóta koncertezünk is, meg hát egy viszonylag aktív zenekar már egy ilyen 5-6 éve. És hát voltak ebben eléggé kemény szituációk is, meg voltak persze örömteli pillanatok is. És hát ez az új lemez a Kint a vízben, ami most jelent meg szeptember elején, ez erről szól. Nagyon sok minden van, amit ugye így a zenekar mellett csinálunk, tehát dolgozunk, minden egyéb, és egyszer fel kellett nőni a feladathoz, hogy emellett tudjunk például a zenekarral úgy foglalkozni, mint korábban, amikor ugye csak a bulizásról volt szó, mint olyan gimnáziumban például, ugye tök jó volt, hogy semmi más nem kell csinálni, csak zenélni, meg esetleg tanulni. Most kezdtünk el szerintem egyrészt zenei téren is, meg én is olyan szintre felnőni, hogy tök tudatosan csináljuk már. Eddig ott volt egy lemez, és így hirtelen teljesen be voltunk sokkal, vagy nem tudunk rá semmit se csinálni. Most meg már valami szinten tök jó felkészültünk erre. Elsőre soha nem tetszik semmi, aztán általában így elgondolkozom rajta, végighallgatom többször, elkezdem megérteni, hogy mit akar mondani az Örs, és akkor onnantól kezdve már nyilván sokkal könnyebb vele azonosulni. Tehát azért elég sok olyan szöveg van, ami így több értelmű, tehát mindenki, amilyen élethelyzetben van, éppen úgy tudja megérteni. Nekem is volt olyan szöveg, amit így tök jól értelmeztem magamnak, megkérdeztem tőle, hogy erről szól? Nem. Nekem így is tetszik, tehát hogy meg alapvetően egyébként nyilván ugye ugyanabban az élethelyzetben vagyunk, tehát sok mindent azért könnyen meg tudunk érteni. Meg hogyha az ember így már 10 éve együtt zenél, akkor már valamilyen szinten beáll ez a termikus egyensúly. Kezd a saját egyéni stílusunk egy kicsit átruházódni a másikra is, és akkor lesz belőle valami közös. Erre a lemezbemutatóra többet készültünk, mint egész életünkben, bármikor. Annyit próbáltunk, mint soha. Hát gyakorlatilag minden szabad esténket a próbálással töltöttük, új póló mintákat terveztettünk, ugye folyamatosan a promóciót próbáltuk fenntartani, mindenki tudjon az eseményről, mindenki, akit érinthet a dolog, az itt legyen és tudjon róla. Azt hiszem, hogy életünk egyik legfontosabb bulija, és talán most dől el az, hogy hova tovább vagy, hogy mennyire lehetünk akár kvázi nagy zenekar.